448 szavazattal, ami az összes érvényes szavazat 86%-a, Varga Krisztiánt választották meg július 17-én az időközi önkormányzati választáson Esztergom egyes számú választókerületében. A Fidesz-KDNP jelöltje képviseli ezentúl Szentgyörgymezőt Esztergom önkormányzatában. Hétfőn megkezdődtek a zöld parkoló kivitelezési munkái a Prímás szigeten, tette közé közösségi oldalán Hernádi Ádám Esztergom polgármestere. 114 autó, 3 busz és 6 elektromos jármű parkolhat itt, előreláthatóan az év végétől addig az autósok a Táncsi utcai mélygarást használhatják. Vádat emelt az esztergomi járási ügyészség azzal a férfival szemben, aki május 15-én ököllel verte szét egy dorogi önkiszolgáló automosó éremvizsgáló paneljét. Az ügyészség a kisebb kárt okozó rongálás miatt tárgyalás mellőzésével pénzbüntetés kiszabását kérte a férfira az esztergomi járásbíróságtól.